Fővárosi vezetéssel kezdődött a rangadó a Bercsényi úti játékcsarnokban, de lányain gyorsan egyenlítettek, és fej-fej mellett haladt a két együttes. Aztán, ahogy elérték a 8. pontot, egyre inkább a vasas akarata érvényesült. A JRK edzője több cserét is végrehajtott, de nem sikerült a fővárosiak lendületét megtörni, így fölényesnek mondható, 25-14-re nyerték az első játszmát a vendégek. A második etap elején is maradt a forgatókönyv. Az óbudaiak domináltak, a mieink pedig továbbra is keresték a fonalat. Aztán a 7. találat után egyszer csak feljavult a Jászberényi RK játéka, és 17-13-ra már a mi lányaink vezettek. Természetesen azonnal csatlakozott hozzájuk a B-közép is óriási hangerővel, aminek eredményeként már 23-21-re is vezetett Deme Gábor együttese. Ám a publikum megdöbbenésére egy kemény hajrát indított a vasas, és megfordítva az eredményt, a második szettet is behúzták 25-23-ra. Úgy tűnik, a lányokat lélektanilag megviselte az egyenlítés elmaradása, és a harmadik szettben már nem tudtak új erőre kapni. Így Jókai Zoltán együttese megérdemelt 3-0-ás győzelmet aratott a Jászberényi RK otthonában. Az új emberek nagyon szépen lehigasztották és egyszerűbbé tették a játékot, és új lendületet tudtak hozni. Tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy ők ketten nyerték meg azt a játszmát. A Jászberényi női röplabda csapat új igazolása szerint becsülettel küzdöttek mindannyian. De ezúttal is a fővárosi együttes volt a jobb. Most a vasas volt a jobb, úgy gondolom, hogy ez most csak rosszul jött ki a mi javunkra sajnos. A harmadik szedben is, még ott 10 alatt, ott is szoros volt a meccs. Akkor gondoltátok még, hogy meg lehet esetleg fordítani? Mi sose adtuk fel végig, úgy voltunk vele, hogy nyerni fogunk. Nem ezt terveztük, nem így készültünk. Most így alakult, ez majd jobb lesz. A JRK vasas női röplabda mérkőzést, mint a bevezetőben is elhangzott, november 11-én pénteken este rendezték. Vasárnap viszont egy váratlan döntés született a klub elnökségében. A Jászberényi Röplabda Klub múlt vasárnap szerződést bontott a vezetőedzővel, Deme Gáborral és a másodedzővel, Makai Péterrel. A vezetőedzői posztot egy horvát szakember fogja átvenni, Branislav Franić a neve. Korábban a Franić edző a Mladost Zágrebnél dolgozott, és a Spartak Szuboticánál is jelentős sikereket tudott elérni. Bízunk abban, hogy sikerrel fogjuk venni az akadályokat, hiszen nagyon sűrű még az év hátra lévő részében a mérkőzéseinknek a menetrendje, és bízunk abban, hogy az év elején kitűzött céljainkat fogjuk tudni teljesíteni. Két mérkőzés, egy magyar kupa és egy bajnoki következik Óbudán és Újpesten. Majd november 20-án vasárnap 17 órától a vasas legyőző MTK lesz a vendég Jászberényben.